Reggelt kívánok, sziasztok! Egy gyors visszajelzés kerek látszik, minden a képen, szokott ilyenkor lenni, vagy nem. Akinek van kedve másfajra, hogy milyen makroadatok jönnek a mai napon, vagy akár az egész héten, nem lesz túl izgalmas. Tőzsde továbbra is kockátos, tőzsdézők 74%-a veszít. Tegnap mondjuk csendesebb nap volt, ami az amerikai szünnapnak köszönhető, hogy nevezzük bárminek is. Nagyjából ugyanaz a helyzet az NFP óta, azt várjuk, hogy hogyan nyitnak majd igazán a fő piacok. Mert mi lesz a következő napokban az irány? Ma sem láthatunk befektetési tanácsokat, ma sem hallhatunk ilyesmit. Ehelyett megnézegetjük a csártokat, és aki teheti, az ilyen csendes napokon demóba kötögessen, próbálgasson stratégiákat, stb. Stb. Szeptember van, most már kevesebbet fogunk beszélni a kereskedési hibákról, de néha-néha azért illik ilyenekről is beszélni. A tőkeáttétes kereskedés kockátos, és bármilyen távon is kereskedtek, egyébként ma este hosszú távú kereskedéssel kapcsolatos webinárium lesz. Mindig is kockátos lesz a tőzsde. Ha mondjuk valaki megvesz egy részvényt, és másnap résszel nyit fölfel vagy lefelé 5%-ot, akkor az nem olyan extrém nagy kockázat, hogyha valaki 100 000 forintért vesz egy ilyet, de hogyha valaki tőkeáttétel vesz részvényt, CFD-t, és mondjuk kisztoppolódik, és a stop alatt teszi mindezt, akkor azért az már lehet kockázat. A hosszú távú befektetéseknél is jelen van a kockázat, amit lehet különböző eszközökkel, diversifikációval, részvények esetleges alulsúlyozásával, hogyha éppen medvepiac van, stb. Kompenzálni, illetve célszerű mindig stop loss-t használni, kis egységekkel kereskedni, stb. Stb. Most éppen optimista hangulat van a piacokon, de ez változhat, akár ezen a héten is. Reméljük, hogy nem fog, de nem emlékszem rá, mikor kezdődött pontosan, de volt egy korrekció nemrég, ami azért azt jelezte, hogy nem mindig egy irányú utca a tőzsde. Reggel van, nézzük ezt a számlát. Igazából a részvénypozíciók azok még mindig megvannak, azokat nem részletezném, szerintem valamelyik nap nézegettük, stoppok vannak benne, meglátjuk, hogy nyit Amerika, hogy teljesítenek a részvények ma, illetve a következő napokban, hetekben. Nézzünk magasabb szintű csártokat. Itt a Nasdaq. Itt ugye az lett volna az egyik forgatókönyv, hogy kialakul egy válfejvál, a másik pedig az, hogy ez esetleg elmarad. Áttörtük a fejet a jobb oldali vállal összekötő vonat, ami jó jel, azonban látjátok, ott a gyertyák a végén már bizonytalanok, ami azt is jelzi, hogy ugye ki kell várni, hogy mi lesz a piaci nyitás követően. Nézzétek, mennyi bizonytalan gyertya van H4-en, nyilván ilyenkor, amikor ünnepel Amerika, akkor ez van. H4, ha ez elesik, az nem jó jel, de nem kizárt, hogy ez egy emelkedő trendcsatorna. Hát ez el fog dőlni, és H1 elnézést, ez el fog dőlni nem sokára. Nagyjából itt, ha megnézzük a csatorna alja közeléből, nem tudtunk elmenni a tetejére. Vagy letörést látunk, vagy nem. Ez itt egyébként egy válfejvál szintén, ami ha bejön, akkor lefele megyünk és kisztoppolok. Ha nem, akkor bizony fölfele is kitörhetünk belőle, ha esetleg ezen van alka fölött átmennénk. Nézzük az M1-et. Tevleg nagyobb gond nincs. Még és nézzük a DAX-ot. M15 DAX. Szépen esik az árfolyam. Vagy az index. Hát, itt egyelőre én még nem nyitnék pozíciót, ami még érdekes lehet, hogy ennek a duplajnak a két alját összekötjük. Ez talán megfoghatja, ha nem fogja meg, akkor az rossz jel. Mindenképpen érdemes megvárni a tőzsdenyítást, de azért
Csempészünk bele egy kereskedős hibát. Megkockáztatunk egy 50-100 dollárt, lehet még annyit se. 34-et ide teszem a képernyő aljára a stoppot. Ha ez esetleg egy dupla aj lenne M15-en M30-on, akkor csodálatos, hanem akkor kisztoppolódunk. Igazából nagy jelentősége nincsen. Egyelőre várunk. Nasdaq. Hát itt is játszunk egy picike kötést, most kevesebbel kötünk bele, ne legyen belőle nagy gubanc. Semmilyen jel nincs arra, hogy most venni kéne, de ide az emelkedő trendvonal alá, illetve a kanóc alá beteszek egy stoppot. Hát ha látunk egy látványosabb DAX reggeli kitörést, de ez azért nem valószínű. Sajnos azt kell, hogy mondjam, komolyabb belépő most nem látszódik a csárton. Nézzük át a részvényeinket. Ez ugyanaz, mint tegnap, igazából csak mutogatok, egy párat ráhozok. Ebből is lehet válfejvális, illetve elmaradó válfejvális, nem dőlt el semmi. Itt például azért látható, hogy a válfejvál után följöttünk a fejtetőre. Ilyenkor gyakran kitörés szokott következni, amíg ez a vonal nem törik le. Hát ugye most long pozícióra vagyunk berendezkedve. Amikor nyit az amerikai piac, akkor a stoppokat feljje fogom húzni, hogyha éppen gépnél leszek. A pénzügyi szektorból is már vásárolgattunk. Például a City. Elvileg már meg volt a trendvonal törés. Amazon, itt a duplaj, és ha ezt a két, nem tudom miért vannak össze-vissza a vonalak, de mindegy, ha ezt a két pontot összekötő vonalat átvittük, akkor lehet, hogy jöhet a piros vonal, vagy a tető. Ez sem befektetési tanács, mint hogy egyik sem. AMD, most így néz ki. Igazából törölni kell a vonalakat, de most nem teszem. Megnézzünk rá az euróforintra. Ha ezt egy picit igazítanám, ezt most úgy fogom csinálni, hogy húzok ide egy másikat. Akkor nagyon nagy kérdés, hogy ez itt egy fals letörés, és indultunk fölfele, vagy visszatérünk a ferde vonalkák alá. Lehet itt olvasgatni a Magyarország minősítéssel kapcsolatban jó híreket is. Hát igazából ahhoz, hogy erősödjön a forint, talán inkább az euró-dollár csártyát kéne megnézni. Itt mindjárt megteszek majd a DAX M30 helyett. Látható, hogy nem az igazi. Hát a válfejvából még mindig csordogálunk lefele. Itt a végén van egy dupla top. Én egyelőre kivárnék az euró-dollár vételekkel sortolni, meg ugye lehetett volna, ha valaki ügyes. Sajnos az NFP óta ez egy picikét rosszul néz ki. Tehát például mutatok egy long belépőt, ami egy duplaj, azonban ebből egyszer csak lett egy elmaradó duplaj. Tehát itt a dupla toppokat lett volna célszerű megsortolni. Én azt gondolom, hogy ha most egy pár devizapárt megnézünk, az USD japán jennél látható, például a mai, a hajnali órákban mi történt, itt volt egy fals letörés, és onnan megindultunk lefelé, ez egy dollár erősödésre utaló jel. Kitörés visszatesztet is meg lehetett volna venni, vagy a countertrend vonalak törését. Igazából az a furcsa ebben az egészben most, hogy erősödő dollár van, és még a tőzsdéken aránylag olyan nagy pesszimizmus nincsen. Azért látható, hogy aki a duplajba belvásárolt longot, őt azért kirázták, és talán nélkül indult a piac fölfele. Ez egy jó jel a longokat illetően, azonban
Lehet, hogy csak arról van szó, hogy a falskitörésnek ezt a visszatérési szintjét tesztelte le a piac. Ezt majd meglátjuk, hogyan tovább. De természetesen ennél a terméknél jó volt a long. Nézzünk egy GBP/USD-t. Azért mutatok most devizákat, mert ha már az euró-dollár esett, akkor itt is lett volna egy jó kis short belépő, szem 15. De alapvetően, ha most a pipeket megnézitek, ez inkább egy ilyen kis lagymatag oldalazó mozgás. Ha valaki emegyen éppen GBP/USD-t akart volna skalpolni a tegnapi napon, itt volt egy darab értelmesnek tűnő belépő, egy duplaj, hát a többi az szerintem nem annyira. Nézzük az euró-dollár tegnapi teljesítményét. Elindultunk szépen ebből a duplajból fölfele, és itt volt az a bizonyos másik duplaj, aminél, hogy valaki belépett, akkor a B verzió két aját összekötőnél lehet shortolni, és valószínűleg idáig lejön a piac, vagy a duplaj aljára a stoppokért, vagy legalább a nyakvonalába. Bár itt már a nullába húzott stoppokat elvitte a piac, de akár ez is lehet egy célár. És itt elvileg az egyik az meg is valósult. Tudom, lehet, hogy a másik is, de igen. Hát nem volt egy nagy rédelési lehetőség. Nézzük az aranyat. Tegnap mondtam talán, hogy az is furcsa, hogy az aranyat nem ért el még ez az eladói nyomás, például az euró-dollárt, de ami késik, az nem múlik, és ugye az aranynál is volt egy picike korrekció. Például itt van egy dupla top. És ha már az aranynál tartunk, itt is volt egy duplaj, kirázás, megindultunk fölfele, és itt például az következett be, az USD Japán csártya az hasonlóan, csak eddig a visszatérés, tehát a kitörés visszateszt, tehát követően visszatértünk a vonal alá típusú történetnél, ideig jöttünk el, az USD Japán csártya hasonló volt, más kérdés, hogyan fog ez alakulni. Aki még az aranyjal akart tegnap skalpolni, tekerjük vissza az időt. Például ideig ez itt egy furcsa válfejvál, indulhat a sort, és innentől kezdve egy darabig estünk is, ez egy érdekesebb kinézetű dupla top lehet. És itt is azért vannak ilyen bal oldal magasabb, mint a jobb oldal típusú dupla csúcsszerűségek, elmaradó duplaj, szokásos forgatókönyv. Egyelőre azt gondolom, hogy nagy csodát mai naptól sem kell várnunk. Nasdaq itt tart. A DAX pedig itt tart. Most igazából negyed órát vagy fél órát kéne várnunk arra, hogy legyen érdemi mozgás. Sajnálom, hogy ezek most ilyen unalmasra sikerülnek ezek a reggelik. A múltkori hét, az előző hét vagy hetek, ez az előző, az, meg az előző előtti is szerintem makroadatokban dúskált, hát ez nem fog. Aki szorgalmas, az linkelje be a 27-i vendégeladó szeminárium linkjét, a regisztrációs, illetve a másik fel, amit kérek, az az, hogy mindenki nyisson egy olyan demo számlát, amekkorán szeretne trédelni majd egyszer a távol jövőben, és picigelotokkal próbálja meg a szeptembert végignyomkodni. És aki esetleg úgy gondolja, hogy bemutatná a számláját, legyen az mínuszos, pluszos, nullás, mindegy, az nyugodtan megteheti majd. Most nem az a feladat, hogy le kell zúzni egy demót és újraépíteni, hanem egy picit meg kell próbálni tanulni, trédelni. Ez lehet hosszú távú pár pozíciós részvénypiaci indexes, bármilyen. Az a lényeg, hogy minden belépő mögött legyen valami indok, amire beléptünk, és az nem baj, hogyha kisztoppolódik persze. Nézzünk egy-két szokatlanabb tőzsdét. Nem néztünk mostanában.
Ő itt az Ausztrál Index, az általános jó hangulat az itt is jelen van. Csak egy párat mutatok. Nézzük a francia indexet. Ez már nem annyira szép csárt, ugye? De ha megnézzük D1-en, azért nem rossz. És csak azért mutogatom, hogy valakinek véletlenül ausztrál, vagy francia, vagy éppen spanyol részvényei vannak, azért nézegesse a csártokat, nagy emelkedés követő oldalazás, tehát ezzel gond önmagában még nincs. De ha valaki ilyenekbe vele klikkelgetett, mert neki ez szimpatikus, akkor azért nézegesse, hogy vajon jól tette, vagy nem. Egy pillanatra megnézzük, hogy mi a helyzet a Brent-tel. Ugye tegnap már elmondtam, talán tegnap, hogy lehet, hogy érdemes, de ezt már régóta mondom, elgondolkodni azon, hogy tankolást nem kell halogatni. Még egy gyors kérdés, valaki, aki látja, a Bitcoin és társai merre menetelnek éppen, én továbbra sem vásárolnám ezeket a termékeket, csárt alapján mondom, amúgy sem úgy. Tehát ez a piac elment mellettem, meg el is fog. Igazából az a lényeg, hogy most érdemi mozgások nincsenek a piacon, sajnos. Menjünk vissza az először az aranyra. Lett volna egy dupla toppos short lehetőség. Ez egy nagyon furcsa dupla, de ez még nagyon álmos piac, ugyanúgy, mint a többi. Nézzük meg a Nasdaqot. Nasdaqunk elindult fölfelé, csodálatos. Megnézzük a DAX-ot is. A DAX-nak a stopja 65-ön van, 30 dollárt bukhatnék vele. De hogyha most megengeditek, bemutatom, hogy kell részzárást csinálni, nem akarok olyan sokat elbukni vele. Legalább a 3/4-ét dobni kéne, de én most csak 0,5-öt dobok. És a Nasdaq esetében pedig megcsináljuk azt, hogy mivel távol van a stopja, az annyira nincs távol, ez belefér, mint kockázat. Visszamegyek a DAX-ra, mert az most a fő piacunk. Megnézzük, hol a stop. Ha ebből kialakul az a dupla, amire vártunk, akkor én ezt meghagyom. De azért benne van a pakliban, hogy lejövünk ideig, akkor viszont jó lesz ott kisztoppolódni. 25 minusszal, igazából ennyi. Megnézzük, mennyit tettem el belőle. De keveset, kettőt. Igazából akkor lennék bölcs, csak azért nézegetem az órát, hogy még ugyan nincs vége a webináriumnak, de érdemi esemény nem fog történni most. Talán érdekesebb lenne, hogyha egy picit nagyobb arányt zárnék, és akkor nincs olyan nagy baj, ha kisztoppolódunk. Ezt nem kell ilyen gyorsan csinálni amúgy, csak azért mutattam meg, hogy így már kezelhető a kockázat. Visszakanyarodunk a Nasdaqra. Itt elvileg van nekünk egy beragadt pozíciónk. Ebből ezt itt lezárom. Jelentősége nincsen. És ebből mellé zárok egy nulla. Kettőt. Nem kompenzálta, de valamennyi részét kompenzálja. Nagy okosságokat nem tudok csinálni. Ez van. Igazából a lényeg az, hogy Amerika mit csinál majd. Lehet, hogy délután izgalmasabb lesz. Aki teheti, nézzen rá 3:30-4 óra környékén, vagy 3 óra környékén és csártokra. Ha kalendáriumokat nézegettek, hogy milyen adatok lesznek a héten, soroljatok föl egy vagy kettő olyan értelmes adatot, amire szerintetek nagyobbat fog mozdulni a tőzsde, heti kalendáriumot, ha valakinek van kedve kinyitni. Ez most ilyen. Az meg, hogy a technológiai részvények meg a bankok hogy nyitnak, ezek azért vannak megnyitva, nem ajánlom senkinek, hogy most bármilyen részvényt vegyen, de ettől lehet részvényekkel is pénzt keresni.
mert volt egy részvényes webinárium, és ott direkt úgy nyitogattam. Azt hittem, hogy az NFP hatására komolyabban elmozdulunk valamelyik irányba, hát ez elmaradt, de ettől függetlenül a részvényeket megtartottam, mert az nem egy rövid távú dolog. Viszont nagyon picike mennyiségek vannak. A nagy nyerőbe, hogyha visszabukjuk mindent, az se baj. És a stopok a szokásosnál óvatosabban vannak elhelyezve. A héten lesz-e értelmes adat, ez volt a kérdés. Látható, hogy sajnos talán az a legbölcsebb dolog, hogyha most a webináriumot leállítjuk. ISM melyik nap lesz? PMI, azt írtátok oda. Mit jelent az, írja le, aki magyarul? Hét hátralevő részében van-e még valami? Hát ez egy ilyen unalmas hét lesz. A demóban lehet a skalpolást gyakorolni. Az ilyen kis oldalazó lagybatag piacokon is azért vannak 5-10-15-20 pontos belépők, indexekben akár még nagyobbak. Hát egyelőre ennyi. Találkozunk az estén, akkor esetleg már több részvényárfolyamát már meg tudjuk nézni a csártokat. És azt azért láttátok, hogy a NASDAQ-nál, meg a többi indexnél is, valaki most megnyitogatja, van egy optimista hangulat a korrekciót követően, és ugye az a kérdés, hogy a korrekció korrekciója volt ez, és majd egyszer indulunk lefele, vagy pedig folytatódik az optimizmus, ami több mint fél éve itt van, kivéve a korrekciós időszakot. Sziasztok!